Évről évre várják a fehérváriak, hogy virágba boruljon Pünkösdre a belváros. Azt hiszem, a hagyma virágjához hasonló virág, ez úgy nagyon mutatós, itt jól néz ki. Szerintem minden nap jól néznek ki, hogyha lenne ilyen díszítés. Énekkel köszöntötték a Hősök terén Pünkösd ünnepét és a pünkösdi virágálom alkotásait. A Szentlélek jelképeként fehér galambokat engedtek az égre, majd az egybegyűltek közösen indultak útra, hogy megcsodáljanak minden egyes virággal díszített kapualjat. A pünkösd a húsvéti feltámadás utáni... A pünkösd magában foglalja a keresztény és a pogány vallás elemeit is. Ilyenkor a hölgyek bíbor ruhát öltenek, és rózsával, hiázminnal vagy épp bodzával díszítik környezetüket. Ezek ugyanis az ünnep virágai. Eleveníti fel a hagyományokat dr. Horváth Miklósné önkormányzati képviselő. Ezt csinálja most Székesfehérvár is, a ünnepnek ez a része, hogy díszbe öltöztette, virágdíszbe öltöztette a legszebb történelmi emlékeket, ezzel is hangsúlyozva, hogy szeretjük, tiszteljük a városunkat, mert nekünk ez nem csak a múltunk, hanem a jelenünk és a jövőnk is, és minden hagyományunkat ápolni kell, az a dolgunk, hogy mi ápoljuk, és a gyerekeinknek továbbadjuk ezeknek a tiszteletét. A pünkösdi virágálom elnevezésű programon 8 virágkötő csapat dolgozott azon, hogy minél szebb legyen az ünnepre Székesfehérvár belvárosa. Idén kérésükre nem hirdettek győztest. A kompozíciókat elárverezték. A befolyt összeget a Fejér megyei önkormányzat integrált szociális intézménye polgári tekeres pusztai lakóinak ajánlották fel. Ám keddig még gyönyörködhetnek bennük a járókelők.